Sziasztok! Ebben a mai videóban ezt az ESAB EMP205 IC AC-DC nevezetű gépet fogom bemutatni. Hogyha érdekel, hogy jelenleg hol tart ma nagyjából a csúcs közelben a hegesztés technika, hogyha a pénz nem számít, akkor tartsatok velem! Már itt az elején szeretnék két dolgot leszögezni. Az egyik, hogy ezt a gépet ez nem az enyém. Az enyém itt van, egy 150 ezres gorilla. Ezt a gépet én kölcsön kaptam az ESAB-tól, hogy használjam a videóimban. Nyilván nekik nem hátrány, hogyha látszik a videóban a logójuk. Nekem meg nem hátrány, ha egy ilyen jó géppel dolgozhatok. A másik pedig, hogy ez egy közel 2 millió forintos gép. Én nagyon jól tudom, hogy ez az árkategória szinte mindenkinek messze-messze túl van azon a szinten, amit megengedhet magának. És az is igaz, én is közéjük tartozom, és az is igaz, hogy ez a gép legalábbis az én valós igényeimhez képest sokkal-sokkal többet tud. Szerintem ezzel szintén a többség így van. Ennek ellenére én úgy vagyok ezzel, mint mondjuk egy szuperautóval, mint mondjuk egy például egy Porsche Macannal, hogy az is sokkal drágább, mint amit én valaha megengedhetek magamnak, sokkal többet tud, mint amire nekem ténylegesen szükségem van, mégis vágyom rá, és mégis szívesen nézek egy videót, amit róla készítenek, és ezért úgy gondoltam, hogy köztetek is lehetnek olyanok, akik az elmondottak ellenére szívesen megnéznek erről a gépről egy videót, ezért készítettem el, hogyha valakit ez nem érdekel, vagy ha valaki úgy gondolja, hogy ez reklám, és őt ez zavarja, akkor nem kell tovább nézni, hogyha viszont érdekel, akkor nézzük a részleteket. Ez egy abszolút multifunkciós gép, tehát ez azt jelenti, hogy tényleg gyakorlatilag minden módszer tud, olyannyira, hogy nem csak hogy pálcás, vagyis bevont elektródás, porbeles húzalos, fogyóelektródás, védőgázas, és AVI módszereket tud, hanem még az AVI-ból az egyenáramú és a váltóáramú hegesztést is tudja, tehát például alumíniumot is simán lehet vele hegeszteni. Ennek pont, hogy ez az AC-DC TIG az, ami az árát igazán magasra teszi, ugyanez a gép, ugyanilyen tudású ESAB gép, ami nem tud AC-DC-t, az közel fel ennyibe kerül, tehát ez az egy funkció növeli meg ennyire iszonyatosan az árát, nem mondom, az 1 millió is elképesztően sok, tehát Magyarországon legalábbis. De először nézzük meg így kívülről fizikailag egy kicsit, hát iszonyatosan masszív, egy csomó fogantyú van rajta, nagyon könnyen kezelhető, és igazából minden részegységén látszik, hogy nagyon odafigyeltek arra, hogy tartós legyen meg minőségi. Tehát például én sok tesztben látom meg olvasom, vagy ilyen olcsóbb márkáknál nagyon sokszor felmerül, hogy jó, hát a gép jó, de hát olyan szar kis vékony kábeleket adnak hozzá, hogy azokat érdemes azonnal lecserélni. Hát ennél nem így van, ennél az összes kábele meg vezetéke olyan brutál vastag és részből van, hogy arra sem lehet panasz, nyilván az árba belefér, de hogy azért ezek is alapvetően fontos dolgok. Akkor nézzünk egy bekapcs. Ugye hát romoljon a látása a földművesnek. A színes kijelző. Hát igazából ez nem hiszem, hogy nagyon sokaknak szükséges, hogy ez színes legyen, de ettől függetlenül hát nagyon szép, hogy színes, lehet neki örülni. Nézzük meg akkor először végig, hogy az előbb említett funkciókat és az azokhoz kapcsolódó beállításokat. Először is itt ezzel a nagy gombbal lehet belépni a főmenübe, és akkor itt van, először is van neki egy olyan, hogy S-MIG, ez egy Smart MIG, tehát a védőgázas fogyóelektródás intelligens beállítás. Itt tulajdonképpen nagyon egyszerű a dolgunk, először csak megadjuk, hogy milyen anyagvastag, vagy milyen húzalvastagságot akarunk használni, és utána pedig az anyagvastagságot adjuk meg, itt látszik, mutatja, hogy 2, 2,5, 3, 4, stb. Milyen vastagságú anyagot akarunk hegeszteni.
És ehhez még a varratnak a púposságát vagy homorúságát szabályozhatjuk egy csúszkával, nyilván az első tekerentyű az áramerősséget, illetve a húzalelőtolást szinergikusan, a második pedig a feszültséget állítja, de igazából nekünk ebben a SmartMig esetben ezt nem is kell tudnunk, hogy mi micsoda, hanem egyszerűen csak anyagvastagság és varrat puposabb vagy homorúbb legyen. Ennyi. Nekem azt mondták az eszabosok, hogy ezt azért rakták bele a gépbe, hogy tulajdonképpen egy üzemben neke rövidebb ideig tarthasson a betanítása a hegesztőknek. A hegesztőknek ne kelljen tulajdonképpen minden részlethez érteni, hanem itt egy ilyen nagyon intuitív módon beállítva már is lehet dolgozni, a gép pedig saját magát ezeket a beállításokat automatikusan tudja korrigálni, érzékeli, egy csomó mindent érzékel hegesztés közben, és akkor ezt úgy korrigálja, hogy a lehető legjobb legyen az eredmény. Ezt egyébként én is tapasztaltam, hiszen még nekem is viszonylag elfogadható varratok sikerülnek, pedig aztán én nem vagyok képzett hegesztő, úgyhogy a gép az jobban tud hegeszteni nálam. Na, nézzük a következő funkciót. Ez a sima MIG, tehát védőgázas fogyóelektródás hegesztés. Itt ugye az egyik tekerentyűvel állítod a húzalelőtolást, és a gép ezzel szinergikusan összhangban állítja az áramerősséget, és a másikkal pedig a feszültséget. És itt már valójában célszerű, hogyha tudod, hogy melyik mire való, és ezért tudod, hogy nagyjából az adott szituációnak és anyagvastagságnak függvényében mire van szükséged, de itt ugye tudatosabban állíthatod a paramétereket. Aztán a következő a porbeles húzal, ugye itt már mutatja is a kijelzőn, hogy fordított polaritásra van szükség, úgyhogy állítsuk, dugjuk át a kábeleket, én ezt most nem fogom megcsinálni, mert hiszen csak mutatom. És akkor itt ugyanúgy előtolás, sebesség, áramerősség egy tekerentyűvel, és feszültség egy másikkal. Ja, természetesen azt az előbb nem mondtam, hogy mindegyiknél még ezen kívül több paramétert is be lehet állítani, természetesen. Ugye itt van egyszer, most visszamentem a védőgázas fogyóelektródás még magra. Itt be lehet a sima vas, alumínium, illetve rozsdamentes acél fémet ki lehet választani, és akkor ennek megfelelően fogja ő a paramétereket állítani. És itt pedig még több paramétert lehet állítani. Például ugye, hogy két ütem vagy négy ütem, tehát hogy amíg a pisztolynak a gombját nyomva tartod, addig nyomja, és amikor elengeded, akkor pedig abba hagyja a húzaltolást és megszünteti az áramot. Ez a két ütem. A négy ütem pedig azt jelenti, hogy egyet kattintasz a kapcsolóval, akkor elindul a húzal és az áram, majd még egyet kattintasz, de közben nem kell nyomva tartani, akkor pedig megáll. Igazából én a két ütemet szoktam használni, az a legegyszerűbb. És akkor itt még lehet elő- és utógázáramlást állítani, hogy még, tehát amikor benyomod a gombot, még nem indul el a húzal, de már előtte mennyi ideig adagoljon gázt, és amikor elengeded, akkor még mennyi ideig adagoljon gázt. Aztán van ilyen, hogy kúszó start be ki, hát ez egy olyan dolog, hogy biztos sokan találkoztatok már vele, hogy amikor elkezdesz hegeszteni, benyomod a gombot, még nincsen rajta a húzalon az áram, de már elkezdi tolni a húzalt, és akkor a húzal az így elnyomja, így elkezdi tolni elfelé a pisztolyt az anyagtól. Ezt ezzel a kúszóstarttal meg lehet akadályozni. Itt beállíthatod, hogy először lassabban indítsa el a húzalt. Ez olyankor is előnyös lehet, hogyha ugye még hideg az anyag, és az elején egy kicsit lassabb adagolást akarsz, de igazából én ezt nem szoktam használni. Aztán itt be lehet állítani, hogy ilyen sima pisztolyt, vagy olyan úgynevezett spulgant, ahol itt magán a pisztolynak a tetején van a húzaldob, olyat fogsz-e használni. Aztán van olyan, hogy ponthegesztés be ki, ugye ezzel lehet, és akkor olyan pontszerűen
csak egy rövid ideig ad áramot, meg rövid ideig tolja a húzalt. Ez például a karosszéria lakatolásnál lehet előnyös. És akkor aztán van ilyen, hogy visszaégési idő, ez is állítható rajta. És ráadásul, amit mondtam, a gép mindig érzékeli a paramétereket, és bizonyos határokon belül az áramerősséget, a húzaltolást és a feszültséget is hozzáfinom hangolja, a telbeállításaidhoz képest is hozzáfinom hangolja az adott szituációhoz, hogy a lehető legjobb eredményt adja. És nekem is szokott menni vele a hegesztés, úgyhogy valójában ez a része elég jól működik. Na, nézzük akkor vissza a menübe, és akkor ott tartottunk, hogy a portbeles húzal megvolt, és akkor MMA, tehát pálcás, ugye, mi az, bevont elektródás hegesztés, itt is mutatja, hogy a polaritás hogyan ajánlott, mert hova célszerű melyik kábel dugni. Oké, okay, és akkor itt is ugye itt az áramerősséget tudod állítani, és ehhez képest a feszültséget pedig magától hozzáállítja szükségszerűen, és akkor itt is vannak plusz beállítások, hogy milyen elektródát akarsz használni, all other electrodes, aztán itt be lehet állítani, hogy legyen-e hot start, tehát hogy ugye a hegesztés legelején egy kicsit nagyobb áramerősséget ad, hogy könnyebben elinduljon az ív, és itt pedig az arc force is állítható, tehát hogy hegesztés közben milyen határokon belül engedi változni az áramerősséget, hogy az ív stabilitása megmaradjon. Oké, és akkor nézzük tovább. DC, TIG, ugye itt is mutatja, hogy állítsd be normálisan a polaritást, meg a különböző vezetékek vagy kábelek a megfelelő helyen legyenek. És akkor itt is egy csomó, ebben nem is akarok belemenni, mert az a helyzet, hogy az AVI az a témakör, amit ugyan egy-kétszer kipróbáltam már, de abban aztán abszolút kezdő vagyok, úgyhogy ebben nem is nagyon merek belemenni, de minden esetre impulzust is tud, magas frekvenciás indítást is tud, amit akarsz, minden tud. És akkor ugye arról volt szó, hogy váltóáramú avit is tud. Ez nagyon durva funkció, mert ezzel például alumíniumot is lehet hegeszteni. Ugye az alumíniumhoz azért kell a váltóáram, mert az negatív és pozitív, tehát ugye oda-vissza áramlik, először a pisztoly felé, aztán a pisztolytól a munkadarab felé áramlik felváltva az áram, és ez az oda-vissza áramlás az, ami az alumíniumnak a felületén lévő nagyon ellenálló oxidréteget megtöri, és ezáltal lesz az alumínium hegeszthető, mert az alumínium ilyen szempontból egy problémás dolog. De ebbe megint nem mennék bele, mert igazából ez kapcsolatban nekem rutinom nincsen. Úgyhogy, ja, és akkor itt ugye még egy csomó mindent lehet beállítani, ebbe megint csak nem mennék bele, mert iszonyatos sok minden van, és a legdurvább, hogy még kézikönyve is van a gépnek, ahol mindenféle paramétert, meg beállítási lehetőséget meg tudsz nézni, hogyha nem tudod, hogy mi hogy van, akkor nem kell fellapozni papíron, hanem itt van benne a gépbe. Őrület ez a funkció is. És akkor a legdurvább, hogy valahol, most azt nem, meg nem mondom, hogy hol, de valahol még alkatrész vagy tartozék lista is van benne. Igazából azt még nem tudja, múltkor valakivel viccelődtünk, hogy az lenne az igazán durva, hogyha itt a konkrétan a pótalkatrészt meg tudnád rendelni a gépen keresztül, aztán a következő napon hozná a futár. Nyilván ilyet még nem tud, de hát nem sok választja már el tőle, hogy éppenséggel wifi is legyen benne, meg ilyenek. Na mindegy, szóval a funkciókról nagyjából ennyit.
És akkor a funkciók mellett még egy kicsit a kialakításról, mert nekem azért vannak dolgok, amik valahára tetszenek ezen a gépen. Az egy dolog, hogy itt a hátulján eleve két gáz csatlakozó van. Ugye mivel tud MIG-et, meg tud AVI-t is, és nem az van, mint az egyszerűbb gépeken, hogy olyankor fogod, lehúzod és rácsatlakoztatod a másik fajta gázt, hiszen ugye a kétféle módszerhez különböző gáz kell, az egyikhez széndioxid vagy keverék korgon, a másikhoz meg tiszta argon, hanem az van, hogy egyszerre rá tudod csatlakoztatni mindegyiket, és akkor egyszerűen csak a gép az éppen használt funkciónak megfelelő bemeneten keresztül jövő gázt használja. Azért ez is egy szuper funkció. Akkor például tudja azt, nézd meg ezt, ez szerintem őrület, hogy belső világítás, érted? Nem kell vakoskodni, nem kell zseblámpázni, nagyon laza. Bent mindent látsz. Az a helyzet, hogy nekem a lelkesedésem egyik oka, én nagyon szeretem a műszakilag igényesen megcsinált berendezéseket, sajnos nem mindig van rá pénzem, de szeretem azt, amikor valami nem csak jó, hanem látszik is rajta, hogy jó, mert olyan igényességgel van megcsinálva, hogy nekem volt egy tanárom, még a főiskolám, én tanító diplomát szereztem, méghozzá rajz vizuális nevelési műveltségterületem, és ennek megfelelően ilyesmi témából írtam a szakdolgozatomat is, és akkor az egyik tanárom mondta azt, egy bizonyos beszélgetés kapcsán, hogy a célszerűség is esztétikai érték. Tehát, hogyha olyan beállítottságú ember vagy, mint én is, akkor hogyha valamin látszik, hogy az olyanra van megcsinálva, olyan anyagokból és olyan átgondoltsággal, hogy az jól fog működni és jól fogja tudni ellátni a feladatát, azt emiatt szépnek is látod. Én legalábbis erre gondolok, amikor azt mondom, hogy a célszerűség is esztétikai érték, és ennél a gépnél én ezt sok esetben tapasztalom, hogy látszik rajta, hogy úgy van megcsinálva, hogy az jól fog tudni működni, hogy csak egy dolgot mutassak, például itt ez a Husqvarna továbbító berendezés, full fémből van, minden megfelelően erős, minden úgy van kiképezve, hogy látszik is rajta, hogy ez tök jól fog működni hosszú távon. De igazából nagyon sok minden ilyen részlet van ebben a gépben. Oké, térjünk vissza oda, amit az elején mondtam, hogy ez nem nagy csoda, ugyanis ezért az árért ez nyilván már a minimum elvárás. Csak egyszerűen azért mutatom meg, mert azt gondolom, hogy vannak köztetek olyanok, akiket attól függetlenül, hogy hozzám hasonlóan nem engedhetik meg maguknak, hogy egy ilyen gépet vegyenek maguknak, ettől még érdekes lehet, hogy milyen is van a nagyvilágban. Igazából a technikai paraméterekről nem beszéltem, de nem is nagyon akarok, nem is nagyon néztem utána. Arra emlékszem, hogy olyan 200 amper körül tud maximum mindegyik hegesztési módszer esetében. És hát az itt látszik, hogy ugye ezt az 5 kilós dobot tudja fogadni. Igazából baromi nehéz van, vagy 25 kiló a húzaldob nélkül, tehát ez azért nem az a gép, amit csak így cipelgetsz és terepen olyan könnyű lenne mozgatni, ez leginkább szerintem arra való, hogy így egy műhelybe bent legyen, és ott viszont aztán egy gépként mindenféle módszert és minden igényt ki tudjon elégíteni. Én nagyon szomorú vagyok amiatt, hogy sajnos Magyarország nem tartozik azok közé, az országok közé, ahol egy ilyen reális vagy racionális választás lehetne egy jobban felszerelt hobbi műhely számára, mert egyszerűen ez az árkategória, ennek még a negyede sem az, amit Magyarországon a hobbisták meg szoktak engedni maguknak. Hát sajnos én is ezek közé tartozom, emiatt szomorú is vagyok, de hát ez van. Igazából remélem, hogy érdekes volt számotokra ez a videó. Egy kicsit meg akartam mutatni, hogy milyen gépek is vannak már manapság. Hogyha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot, ha nem vagytok még feliratkozva, kérlek iratkozzatok fel.
és találkozunk legközelebb. Sziasztok! No class, no style, no shame, just number one. Just number one.